A húsvét üzenete és a politika. Fórumot tartott Harrak Péter Pécsen. 12 nap a választásokig. Értékelt a pécsi alpolgármester. Pécsiek is megvédhetik a kisebbségeket. Aláírásgyűjtés a határon túli magyarokért. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, március 27-én kedden. Tartsanak velünk! Harrak Péter, a KDNP frakció vezetője Pécsre látogatott hétfőn délután, hogy a húsvét jegyében a nagy héten előadást tartson a pécsi polgári szalon meghívásának elegettével. Az esemény előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az országot irányító politikai erő Magyarország élhető jövőjéért fáradozik. A politikus hozzátette, az illegális migráció problémája jelenti az első számú nemzeti sorskérdést. A sajtóesemény Csizi Péter országgyűlési képviselő vezette fel, aki Harrak Péter kereszténydemokrata politikus kérte fel, hogy ossza meg gondolatait a húsvéti nagyhét alkalmából, hiszen városunkban komoly a hitélet és jelentős polgárság vesz benne részt. Azért fontos, hogy a kereszténydemokrata néppárt vezető politikus Harrak Péter eljön, és a Pécsi Polgári Szalon Egyesület egyik rendezvényfórumán vesz részt, mert a mostani választásnál úgy gondoljuk, hogy nem csak és kizárólag politikai pártok versenyeznek egymással, a pártprogramok harcolnak és küzdenek a választóknak a kegyeiért, hanem úgy gondoljuk, hogy ez a választás sokkal többről szól. Ennek a választásnak van egy történelmi üzenete, ami történelmi üzenet az foglalja magában, hogy megmaradunk-e a saját kultúránk, vallásunk és gyökereink mellett, vagy egy gyökeresen új, más, Európában már jól látható folyamatnak adunk teret. Harrak Péter egyrészt azért jött Pécsre, hogy Csizi Pétert ajánlja a szavazó figyelmébe, aki aktívan és minőségi módon vesz részt a parlament munkájában. Egy olyan politikai családnak a tagja, amely politikai család képes volt arra, hogy egy válság szélén álló országot helyreállítson, hogy az államot, az önkormányzatokat, az egyéneket fenyegető adósságból kiemelje, képes volt arra, hogy gazdasági fejlődést indítson el, munkahelyteremtéssel, a munkanélküliség megszüntetésével, a béremelésekkel, a családok támogatásával egy olyan rendezett világot teremtsen, amely rendezett világ alkalmas arra, hogy tisztességes polgári életet éljünk. A jelenlegi kampányra utalva Harrak Péter elmondta, a kormányoldal egységet, rendezettséget mutat, olyan világképet tud felmutatni, amely a hagyományos európai értékrenden alapul. Európa keresztény akkor is, hogyha valaki nem annak nevezi magát, mert a közösségek ereje, az emberi személy méltósága, a szolidaritás, a szubszidiaritás és más fontos elvek, vagy a közjó szolgálata, az mind keresztény érték. És ha ezek hiányoznak, mint ahogy sajnos Nyugat-Európában ma úgy tűnik, hogy hiányoznak, akkor az teret enged egy olyan hódító kultúrának, amit most látunk Európa szerte. Az ellenzék kaotikus állapotban van, tette hozzá politikus. Ha véletlenül nyernek, akkor az egész országra kiterjed ez a káosz. Ráadásul karizmatikus vezetőjük sincs, és alkalmatlanok a kormányzásra. A frakció vezető hangsúlyozta, a kormány nem magyarázkodással tölti az időt, hanem azzal, hogy az ország számára hogyan lehet élhető jövőt teremteni. A legfontosabb sorskérdésünk most az illegális migráció, amelyben az önvédelem szempontját kell érvényesítenünk, mondta. Harrak Péter a sajtóeseményt követően a pécsi polgári szalon rendezvényén tartott előadást az Expo Centerben. Elindult a jelentkezés a Pécsi Zsolnai Fényfesztivál legnagyobb attrakciójára, a Zsolnai Light Art nemzetközi mapping versenyre. Az előző években érkeztek a Székesegyház homlokzatára komponált háromdimenziós művek többek között Mexikóból, Chiléből, Lengyelországból és Franciaországból, így várhatóan idén is erős mezőnyből választja ki a zsűri a 10 legjobb alkotást, amelyet a fesztivál keretein belül június 29-én és 30-án láthat a közönség. A verseny témája a metamorfózis.
metamorfózis. Erre reflektálva várják a szervezők a pécsi székesegyházra komponált, az épület architektúrájával és szellemiségével harmonizáló audiovizuális mapping alkotásokat. A látvány fokozása érdekében idén még nagyobb felületet vetíthetnek meg fénnyel a művészek, így nem csak a bazilika oldalhajója, tornyai és teteje, hanem a hátsó tornyok is életre kelnek. Marad a növekedés és a biztonság, vagy jön a rombolás és a káosz kiszolgáltatottság. Ez a tétje az országgyűlési választásnak hazánkban, mondta Pécs alpolgármestere kedden. Decsi István összegezte az eddigi kampányt, szerinte Pécsen is jól át kell gondolni a választóknak, kire adják le voksukat. 12 nappal a választások előtt összegezte a voksolás tétjét Pécs alpolgármestere kedden. Decsi István szerint az döntik el az emberek április 8-án, hogy folytatódik az elmúlt 8 év gazdasági növekedése, a családok támogatása, a nyugdíjak értékének megőrzése, valamint marad-e biztonságos ország hazánk, amely nem engedve külső nyomásnak a magyar emberek érdekeit képviseli. Ezzel szemben az alpolgármester szerint a másik oldal hatalomra kerülése esetén mindezt lerombolná pár hónap alatt, a káoszt hozná el. Pécset is, ennek a káosz szövetségnek megvannak a jelöltjei. Az egyik jelöltje Mellár Tamás, aki az elmúlt évtizedben végigjárta a politikai palettát, talán már egy tucat pártnak, szövetségnek volt a jelöltje, és akinek válaszolnia kell most is kérdésekre. Válaszolnia kell, hogy eltörölnie a családi adókedvezményt, hogy megszüntetnie ezt a családpolitikai rendszert, támogatási rendszert, hogy növelnie a cégeknek, vállalkozásoknak az adóját. Eltörölné-e azokat a munkahelyteremtő támogatásokat, amikkel több céget is sikerült Pécsre telepíteni, kérdezi Decsi István. Ráadásul az ellenzéki támogatású független jelölt hetente változtatja a véleményét, ezért kérdéses az is, valójában mit akar. Az alpolgármester szerint a rombolás pártiak, a Magyarországot védtelenné kiszolgáltatottá tevők, és a mostani biztonságot és növekedést hozó politikai erők között kell választani áprilisban. Már csak néhány napig lehet aláírni Pécsen is a Minority Safe Pack kezdeményezést, amit az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója indított az EU-ban élő történelmi nemzetiségi kisebbségek védelméért. Amíg az Európai Unióban a bevándorlóknak van érdekképviselete, addig a történelmi nemzeti kisebbségeknek nincs. A kezdeményezés elfogadásához legalább 7 országból összegyűjtött összesen 1 millió aláírásra van szükség. A dokumentumot április 3-áig lehet aláírni online és papírlapon. Többek között minden magyar posta épületben. Pécs két alpolgármestere, Őri László és Decsi István figyelemfelkeltő céllal egyszerre szignózta a formanyomtatványt, majd erre buzdította a város járókelőit is. Pécset egyébként már több ezren álltak az ügy mellé. Végéhez közeledik az az európai polgári kezdeményezés, amely arról szól, hogy érdekképviselethez juthassuk az Európában őshonos nemzeti kisebbségeket, így az önhibájukon kívül, határainkon kívül rekedt magyar honfitársaink mellett is kiállunk akkor, amikor ezt a Rákóczi Szövetség által propagált aláírásgyűjtőívet aláírjuk. Arra szeretnék buzdítani minden pécsi polgárt, aki még nem tette meg, hogy írja alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Egyezményt, ezt megteheti a postákon, ahol ingyenesen ez a formanyomtatvány rendelkezésre áll, és ingyenesen feladható a Rákóczi Szövetség címére az aláírásgyűjtőív, de megtehetjük elektronikusan is a jogaink.hu weblapra kattintva. Fontos, hogy ezzel is kiálljunk az őshonos nemzeti kisebbségek jogai mellett, ezzel is támogathatjuk az önhibájukon kívül rekedt magyar honfitársainkat, szállta a Kárpát-medencében. Gulág Gupfi filmek bemutatója zajlik márciusban szerdánként Pécsen az Uránia moziban. A kezdeményező a magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre. A tavalyi emlékév folytatásaként idén a 2018-ban készült dokumentumfilmeket kívánják a pécsi közönség elé tárni. A filmvetítések végén az alkotókkal lehetőség nyílik beszélgetni. Legközelebb az Örök tél című játékfilm Pécs-Baranyai díszbemutatóját láthatják a dokumentumfilmek iránt érdeklődők. Ezt március 28-án szerdán 17 órakor vetítik az Uránia moziban. A pécsi díszbemutatóra érkező alkotók, Gera Marina főszereplő, a rendező Szászi Attila és Lajos Tamás producer. A dokumentumfilmek ingyen megtekinthetők.
A nagyheti liturgiában jelképesen megjelennek az első nagy hét eseményei. Jézus utolsó napjai, majd halála és feltámadása. Ezeket az eseményeket éljük át évről évre, újra meg újra. Aki segít nekünk eljutni virágvasárnaptól húsvétig, Udvardi György pécsi megyéspüspök. Virágvasárnappal kezdődik a nagy hét a keresztény felekezetek számára. Ez éppen egy héttel húsvét vasárnap előtt van. Ilyenkor a katolikus egyház tanítása szerint öröm és fájdalom együtt van jelen. Öröm, hiszen Jézus ekkor vonult be ünnepélyesen Jeruzsálembe Szamárháton, miközben a tömeg olajágakat lengetett. Ezért nálunk ilyenkor megáldják a pálma vagy barka ágakat. Ezekkel a megáldott ágakkal vonulnak be a hívek a Szent Misére. Ezzel nyílik meg a nagy hét, ami bevezet minket a keresztény misztériumba, a legnagyobb ünneplésbe. Mi úgy éljük át virágvasárnapon Jézus életének az eseményeit, hogy pontosan tudjuk, mi lesz a vége. Jézus föl fog támadni. Ez azért fontos, mert életünk eseményeiben nem mindig tudjuk ezt. Amikor küzdelem van, akkor úgy gondoljuk, hogy mindennek itt a vége. Amikor megoldatlan helyzet van, úgy gondoljuk, nem is lehet megoldani. Amikor elfogy az erőnk, akkor úgy gondoljuk, hogy nincs is honnan erőt meríteni. És éppen erre akar figyelmeztetni bennünket az egyház, nem megóva bennünket a szenvedéstől. Hogy van vége, és ez a vége az Istennek a dicsősége, és az embernek a jövője. És ezért, bár megrendülten, a hét napjai erről szólnak, megrendülten, de mégis a feltámadás biztos hitével veszünk részt az ünnepen. A nagy hét fontos eseménye az úgynevezett sötét zsolozsma. Ezt nagy szerdán végzik először a sötétedés utáni időben. Egy háromszög alakú gyertyatartóban gyertyákat helyeznek el. Minden ének alatt egy-egy gyertyát eloltanak, végül egyetlen marad, ez jelképezi Jézust. A többi a tanítványokat, akik elhagyták őt. Nagy csütörtök a papság ünnepe, a papok ilyenkor megújítják esküjüket. Az egyháza kezdetektől szent olajakat használ a különböző szertartásokhoz, ezeket az olajakat áldja meg a püspök. Nagy csütörtök este az utolsó vacsora szentmiséje zajlik. Ebben a szentmisében a püspök 12 kiválasztott személynek megmossa a lábát, ezzel is emlékezve arra, amikor Jézus megmosta tanítványai lábát. A szentmise után minden díszétől megfosztják a templomot, ez jelzi, Krisztus szenvedése megkezdődött. Nagypénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékezik az egyház. Ekkor járják végig a keresztutat a hívek. Ez az a 14 állomásos út, amit Jézus is megtett a Golgotára, a kereszt halálig. Jézus halálának időpontja délután 3 óra, általában ilyenkor szoktak keresztutat járni. Nagyszombat a csendesség és a nyugalom napja, láthatjuk a szent sírt is, és este van az úgynevezett húsvéti virrasztás. A húsvéti szertartás a feltámadási körmenettel zárul. Az egyház ilyenkor szeretné megosztani az örömét az egész világgal. A Dél-Dunántúli Közlekedési Központ ZRT által közlekedtetett menetrend szerinti országos, regionális és helyi autóbuszjáratok közlekedési rendje a húsvéti ünnepek előtt és alatt, valamint a tavaszi tanszünet környékén az alábbiak szerint alakul. Március 28-a szerda a munkanap, a hét utolsó iskolai előadási napja. Március 29-e csütörtök tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja. Március 30-a péntek, április 1-e vasárnap és április 2-a hétfő munkaszüneti nap. Március 31-e szombat, szabad nap. Április 3-a kedd, tanszünetes munkanap, a hét első munkanapja. Április 4-e szerda munkanap, a hét első iskolai előadási napja. A Mohács együttesét fogadta a Peac labdarúgó csapat a megye egyes bajnokságban. A csoport előzményébe tartozó gárdák egyaránt a feljutást célozták meg, így az elvárásoknak megfelelően kiélezett küzdelem zajlott a versenyutcában. Ezúttal a Peacnak kedvezett a szerencse. Két jó formában lévő csapat. A tavaszt egyaránt győzelemmel kezdő Peac és Mohács csapott össze a versenyutcában vasárnap. Az első félidő után ugyan még gól nélküli döntetlenre álltak a felek, nagy volt a harc a pályán, és a második félidő közepén a Peac meg tudta szerezni a vezetést. Gelencsér gólja pedig végül 3 pontot ért. A találkozó végeredménye Peac Mohács 0-0-ás félidő után 1-0. Én úgy gondolom, hogy az osztály két élcsapat játszott, két olyan csapat, aki játszani szeretett volna.
Nagyon-nagyon jó csapatot győztünk le, és ez megédesíti a sikert. Azt hiszem, a csapatom mindent megtett ezért a győzelemért, és megérdemelten nyertünk 1-0. Bár előzetesen a vendégek tűntek esélyesebbnek, a Peac végül otthon tudta tartani a 3 pontot. Ilyen 3 bírót, tehát én nem is tényleg nem akarok ebben foglalkozni, de ez katasztrófa. 2-11-es támadtunk, meg én nem akarok erre hivatkozni, mert nem szeretek az egyeseket nyerni, de ami 11-es, az 1-es. Ez katasztrófa, amit itt hétről hétre megy itt a megyében, amit a bírók művelnek, ez nem tudom mit mondani. A csapat voltunk azért, meg kell dicsérni, mert mindent megtettek azért, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk. Ennyit most. A Ginger megyei első osztály hétvégi fordulójában akadtak olyan eredmények, melyekre nem számítottak a szurkolók. A Bój nagy meglepetésre például 4-0-ra verte a sokkal esélyesebb Selyét, de a Pécsvárad, a Szederkény és a PVSK játékosainál is kiszakadt a gózsák. A 3 csapat együtt 20 gólt lőtt. A végeredmények: Pécsvárad-Boda 2-0-ás félidő után 7-0, Bój-Selye 1-0-ás félidő után 4-0, Harkány 0-0-ás félidő után 1-1, Szederkény, Ócsárt 2-0-ás félidő után 7-0, Szentlőrinc 2, Komló 0-2 után 0-3, és Villány, PVSK 0-4-es félidő után 1-6. A Peac a következő fordulóban a PVSK-hoz látogat, a Mohácsi TE 1888 gárdája pedig Pécsváradon játszik. Hétfőn este 9 óra tájban érkezett a bejelentés a Kumlói Állatvédő Egyesülethez, hogy Kumló közelében egy valabit láttak. A kis állatról fotót is küldtek az állatvédőknek, ahogy a Mecsek Jánosi pusztán a kastély közelében nézelődött. Úgy tudjuk, a valabi hétfőn délután szökött meg egy közeli lovardából. A gazdájának este sikerült befognia. A valabi Ausztráliában él, a kenguruknál kisebb, de hasonlóan békés, nyugodt állat. A pécsi állatkertben minden állat megvan, így elképzelhető, hogy valamelyik magánlétesítményből szökött meg az állat. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. A húsvét üzenete és a politika. Fórumot tartott Harrak Péter Pécsen. 12 nap a választásokig. Értékelt a pécsi alpolgármester. Pécsiek is megvédhetik a kisebbségeket. Aláírásgyűjtés a határon túli magyarokért. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!